A Túri Kamra elnyerte az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díjat, amelynek az átadására november 4-én fog sor kerülni. Mit tudhatunk erről a kitüntetésről? Igazából a Jász-Nagykun Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara ösztönzött minket arra, hogy megmérettessünk ezen a versenyen. Ezt a díjat 5 szervezet egyszerre hirdette meg, mégpedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, a Hajdúk megyei, illetve a Jász-Nagykun Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innova területi ügynökség, és nagy meglepetésünkre a Magyar Tudományos Akadémia debreceni szakbizottsága. Ennek a díjnak az volt a célja, hogy olyan mikro, kis és középvállalkozások, valamint nagy vállalatok tudjanak pályázni, akik valamilyen újszerű dolgot fejlesztettek ki. Igazából a fő cél az volt, hogy egy olyan jó gyakorlatot mutassanak be, vagy díjazzanak, akik vagy nemzeti szinten, vagy az Észak-Alföldön jelentős innovációt, jelentős újdonságot tudtak bevezetni. A meghirdetett kategóriákban volt a termék, a technológia, a szoftver és a szolgáltatás fejlesztés. Mi az utolsó kategóriában tudtunk indulni. Igazából egy pályázati adatlapot kellett kitöltenünk, amelyen természetesen részletesen le kellett írnunk, hogy mivel foglalkozunk. Én azt gondolom, bár a bizottság nem jelzett vissza, de azt gondolom, hogy az amivel nyerhettünk, az, hogy mi egy közösség vagyunk. Tehát a Túri Kamra brand, nevezzük most már így, ugye 3 éve építgetjük. Ez egy olyan hálózat, amivel egy közös értékesítési pontot alakítottunk itt a boltban. Működik egy közös, központilag irányított webshopunk, hiszen jelen pillanatban 37 kis és mikrotermelünk, őstermelünk van, illetve kézművesünk, akikkel együtt dolgozunk, és ők közöttük találunk 2 szociális szövetkezetet, illetve 4 kisebb vállalkozást, akik már igazából KFTV fejlődtek, tehát annyira elindult a termelésük, hogy ezt már cégszinten tudják végezni. Mi az összes partnerünknek adunk egy platformot a mi webshopunkba, tehát mindenki ingyen kap lehetőséget arra, hogy a saját termékeit feltegyük a mi honlapunkra. Tehát ezért nekik nem kell fizetni, ugye ez a online világban egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Folyamatosan hirdetjük a Facebook oldalunkon, és tehát mi közösen jelenünk meg velük, közös arculattal. És én azt gondolom, hogy az, ami a nyerő lehetett ebbe a pályázatba, ez a közös szó. Itt kidomborítottuk még a beadott anyagban azt, hogy nemrég nyitott meg a Túri Kamra terasz, ezzel egy közösségi teret és vendéglátás, mint új szolgáltatást tudtunk megnyitni a közönség felé. Illetve, amit már 3 éve is igazából működtettünk, de még nevet nem adtunk a gyereknek, az egy úgynevezett, mi így nevezzük, vagy egy virtuális kis mini inkubátorház. Ez azt jelenti, hogy a hozzánk tartozó kisvállalkozásoknak, őstermelőknek, kistermelőknek segítünk abban, hogy megfogjuk a kezét, ő elmondja, hogy problémái vannak mondjuk a pénzügy területén, és nekünk ide a szaktanácsadó hálózatban, mert ez az inkubátorház inkább egy ilyen szaktanácsadó bázisként működik, mi segítünk neki abba, hogy ajánlunk egy könyvelőt, akivel mi is dolgozunk. Vagy például pályázatot szeretne írni, akkor ide bejön hozzánk, elmondja, hogy mire van szüksége, és keresünk neki ehhez egy megfelelő alapot. Tehát igazából fogjuk a kezét, de ő is fogja a mi kezünket, mert vele együtt működik ez a hálózat. És igazából én úgy tudom, hogy sem a megyében, sem így országszinten nincs ilyen hálózat. Tehát vannak helyi termékboltok, de az, hogy így közösen fogjuk egymás kezét, együtt jelenünk meg, hiszen van egy mezőtúri míves termék védjegyünk is, ami egy közös arculatot ad a termékeknek. Ugye a védjegy a nevében is benne van, hogy védi a termékeket, tehát mi a piacon
közösen, ütőképesen tudunk együtt megjelenni. Ami fontos, hogy most már Pest fele is kacsingatunk, tehát keressük a kapcsolódási pontokat. Nagyon sokan kérdezték, hogy tudunk-e franchise rendszert építeni. Nyilván ez egy következő lépés, egy nagy falat, de először itt kicsibe szeretnénk megerősödni, így tudunk bővíteni. Tehát annyira tudott a kamra megerősödni egy év alatt, így a Covid időszakban is nyilván minket is megviselt, de az volt a fejünkben, hogy talpon kell maradni, keressük a piaci lehetőségeket, például így erősödött meg a kiszállítás lábunk, így erősödött meg a webshopunk, és eljutottunk oda, hogy felvettünk egy ügyvezetőt, Bense Zsófián, aki napi szinten itt van, a napi dolgokat irányítja, és igazából jut most már elég idő arra, hogy a külső hálózatot, a kapcsolati rendszert, a pályázati lehetőségeket tudjuk erősíteni. Hiszen a pályázatok is nagy előnyt jelentenek, fejleszteni tudunk belőle, stb. Illetve azt gondolom, hogy ennél a díjnál még fontos szempont volt, vagy előnyt élvezhetett az, hogy a helyi vállalkozásokkal is erősítjük a kapcsolatot. Tehát több olyan mezőtúré vállalkozás van itt a településünkön, akik például tőlünk viszik a helyi termékeket. Lásd a Non-Stop Delicatessen, például a házi szalámminkat teszi az ő szendvicsébe, vagy a szíromszerelem viszi a kerámiát, boldog névnapot, kis szívecskét bedug a virágcserébe. Tehát, hogy ezek a termékkapcsolások nagyon fontosak, mert ugye az eladás tekintetében akkor mind a két fél vagy három fél, akik összefognak, részesülnek abból a bevételből, ami az eladásból származik. Én azt gondolom, mezőtúron elindult egy ilyen kezdeményezés. Egyébként beleírtuk ebbe a díjba is, hogy szeretnénk egy egyesületet létrehozni, mezőtúri vállalkozók a vidék fejlődésért címmel. Ennek az lenne ugye a lényege, hogy összefogjuk a mezőtúri vállalkozásokat, létrehozzuk a mezőtúri appot, és bárki, aki a településünkre látogat, rámenve erre az online oldalra tud információt szerezni, tehát elsősorban turisztikai vonzattal bírna. Természetesen az önkormányzattal szorosan együttműködünk, nekik is elmondtuk ezeket az ötleteinket, mert ez csak így működik, hogyha összefogunk. Úgyhogy igazából nagyon nagy meglepetés ért bennünket, hiszen azért nagy vállalatokkal együtt indultunk, tehát mi nem tudunk gépjárműveket gyártani, meg egyéb nagy dologra gondolni, megmérettettük magunkat, és hál' Istennek, hogy ez így alakult. A Covid szabályait betartva Debrecenbe a Magyar Tudományos Akadémia székházában lesz az átvétel, online módon fog az elnök hozzánk szólni, de ott természetesen direktbe kapjuk meg a médiunkat. Igazából ez egy erkölcsi szakmai elismerés, tehát pénzjutalommal nem jár, hanem egy kis emlékplakettet kapunk meg, egy oklevelet. De nekünk ez is nagyon jó, és itt a falunkon látva az, hogy van még hely számára, úgyhogy mi nagyon, tényleg nagyon örültünk neki. Körülbelül olyan érzésünk volt, mikor a 2019-ben az évboltja díjat megnyertük, és felhívtak a színpadra, és ott álltunk a Spár a metró mellett, és mi a kis, még akkor 15 négyzetméteren dolgoztunk, hogy mit keresünk itt. És akkor értettük meg, hogy az, amit ott díjaztak, az volt, hogy a magyar termékeket, a helyi termékeket dobjuk piacra. Itt meg azt gondolom, hogy szintén ez, de inkább a szolgáltatásfejlesztés fő témakörbe. Tehát az, hogy nálunk működik egy közös értékesítési pont, közös webshop, közös kiszállítás, a terasz, a közös megjelenés, a díjaink. Én azt gondolom, hogy ez lehetett az, amivel nyertünk. Illetve amit még kértek kidomborítani, az, hogy megjelenünk-e mi valahol a tudományos cikkekbe vagy bárhol. Szerencsére több olyan szakdolgozat is született, amit belőlünk írta. A
Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat készítette egy közfoglalkoztatási programot, Alföld szíve kamrája címen. Ők beleírták, hogy a Túri kamra adta a fő vázat, tehát az a szemlélet, ahogy itt a hálózat működik, azt ők átadaptálták abba az anyagba. Illetve településünkre elszármazott Csurgó Bernadett, ő a Magyar Tudományos Akadémia, nem tudom pontosan milyen szervezeténél dolgozik, de kutat, és ő is a mi szlogenünket felhasznál, hogy Mezőtúr értéke, közösségünk ereje címmel írt egy ilyen tudományos cikket valamelyik MTA szakfolyóiratba, ami arról szólt, hogy hogy tud egy közösség helyi identitástudatot megőrizni, hogy tud helyi gazdaságot fejleszteni. Úgyhogy igazából ez a két dolog segített minket ahhoz, hogy el tudjunk indulni. Közben ugye kapcsolatba léptünk Mautner Zsófia gasztrobloggerrel, aki egyébként az Alföld szíve, tehát Jász-Nagykun-Szolnok megyém az Alföld szíve egyesületnek és a megyének lett a fő gasztro nagykövete. Zsófia járt is itt nálunk a kamrába, ismeri a termékünket, többször szól, hogy Pesten XY étteremnek, XY termékre van szüksége. Tehát ugye ezek mindig valamilyen pozitív hozadékkal bírnak, illetve most ugye pár hete Szilinórával kötöttünk kapcsolatot, hát ez nem jó szó, tehát hogy inkább Nóra egy kapcsolati rendszeren keresztül jutott el hozzánk, és igazából ugye a helyi Mezőtúri női vállalkozásokkal tartott kétszer is talkshow-t, ahol szintén elmondta Nóra, hogy régóta csinálja ezt az ipart, vagy ezt a munkát, de soha nem érzett még ilyet, mint itt, mert egyébként mindig beszélgetett nőkkel a színpadon, de itt belecsöppent egy közösségbe. Tehát, hogy annyira érződött az összefogás, a szeretet, a stb., hogy neki is újdonságként hatott. Úgyhogy mi ennek örülünk. Nórával megmarad a kapcsolat, ugyanis most a karácsonyi termék katalógusunknak ő lesz az arca, tehát hogy megmarad ez a fajta együttműködés, és mi ennek nagyon örülünk, és nagyon várjuk a november 4-ét.